Kalmár Ákos az év eleje óta harcban volt az EB szintidő megúszásáért, végül ez is sikerült neki. A bajai úszó nagyobb gond nélkül csinálta végig a felkészülési időszakot, így megfelelő formában érkezett Izraelbe. Az előzetes elképzelések egy, maximum kettő éremről szóltak, Ákosnak azonban sikerült alapos meglepetést okoznia. Rögtön a kontinens torna elején aranyérmet nyert a 400 méteres gyorsúszás döntőjében. 400-on eddig nem is voltam annyira jó még országos szinten sem, szóval ez most így meglepetésként ért engem is. Második idővel kerültem a döntőben, az első idővel egy magyar srác volt, aki harmadik lett a döntőben. Szerencsére sikerült megnyernem, jobban mértem a második felét. Ákos ezt követően sem állt le, és további három érmet nyert. 800 és 1500 méter gyorson egyaránt második lett egy orosz fiú mögött, míg a 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként Európa-bajnoki címet szerzett. Az éremeső sokat látott edzőjét is meglepte. Érmet vártam jó helyezést, jó időt, hát a négy éremről álmodni sem mertem volna. Megmondom őszintén, az 1500 volt az, amire inkább számítottam, meg a 800, de a 400 volt még egy kicsit nekem is a meglepetés, mármint, hogy aranyérem. Természetesen ott is a érem az ugye állt, mert hát a ranglistán Ákos elő van az európai ranglistán, de hát ugye egy verseny, egy Európa-bajnokság azért az kiszámíthatatlan, mert hát azért mindenki erre készül. A szépen csillogó érmek mellett Ákosék az időeredményeknek is örülhetnek, hiszen a mostani teljesítmény részvételi jegyet jelent a budapesti felnőtt világbajnokságra. Jelen állás szerint Ákos 400 gyorson és 1500 gyorson ugorhat medencébe a júliusi világeseményen.